Partnerünk az lkbejelentés.hu. Főtámogatónk a Nelson Flotta Leasing, ahol a törődés alapfelszereltség. Kedves hölgyeim és uraim, engedjétek meg, hogy bemutassam nektek a Hyundai új almárkájának első szereplőjét, az N almárkát, amiből is a tesztautónk az i30N. N, mint Namyang, N, mint Nürburgring, és N, mint Norbi. Mert hogy Mihelis Norbi versenyautója is nem más, mint egy i30N, és hogyha még egy kicsit jössz velem, akkor a felmatricázott autón mutatok még egy dolgot, ami a marketing világába kalózol el minket. Szóval, mint mondtam, az N betű sok szempontból fontos lehet nekünk, de ebben az értelmezésében is, mint láthatjátok, ez a Nürburgringi sikánok rajzolatát csempészi az autóra. Kicsit kifacsart marketing gondolat, de szerintem mindenki érti, ezt az autót egyébként többek között a Nürburgringen fejlesztették, és nem csak az aszfaltcsíkon, hanem a Nürburgring közelében lévő, vagy magán a pályán, pálya mellett lévő fejlesztő központban. Úgyhogy ez az autó kifejezetten arról szól, hogy sportos legyen. Csak hogy egy autó többféleképpen tud sportos lenni, és ezt leginkább az érti vagy érzi, akinek sok sportos autó volt már az életében. Tud egy autó úgy sportos lenni, ahogyan mondjuk a Civic Type R sportos, amelynek szintén az életében a Nürburgring jelentős szerepet játszik, és tud egy autó úgy sportos lenni, mint például a Hyundai i30N, ami teljesen a másik végletet képviseli. És miért jutott ez a két autó az eszembe? Egyrészt azért, mert Mihelis Norbi után loholva, amikor Type R-rel ment, akkor én a Type R-t kértem el. És amikor nálam járt a Type R, akkor ő i30N-re váltott, és akkor jöttem az i30N-nel utána, mert igazából szeretném megérinteni ezt a gondolatot, hogy én is olyan jó vagyok, mint a Norbi, persze nem. Szóval a két véglet, a Type R, a tökéletes, Nürburgring menő, kizökkenthetetlen, fantasztikus erőbőséggel rendelkező japán harcos, ez pedig a báránybőrbe bújt farkas, a játékos, egyáltalán nem az időre menő, egyáltalán nem a gyorsulással játszó, egyáltalán nem olyan szélsőségesen kinéző, viszont belül sokkal-sokkal szilajabb autó. Úgyhogy ez a két végpont is tök jó volt ezt a kettőt megérezni. És hogy mostanában Koreában elgurult a gyógyszer, mi sem bizonyítja jobban, mint sem, hogy ugye elhozták először az Audi-tól az egyik vezetőt, aztán elhozták a BMW M szériának, vagy az MS, GmbH-nak az egyik vezetőjét, és aztán én úgy olvastam, jött egy AMG-s fickó is, és ezekkel az arcokkal együtt gyúrták össze az autóikat, és az első olyan autó, aminél érezhető volt, hogy itt valami megváltozott a stratégiában, ez a Stinger volt, ahol egyenesen a BMW-re rúgták rá az ajtót. Ezzel az autóval szerintem elsősorban a Golf környékére lőnek. Ez a teljesítményében is megnyilvánul. 250 lóerőtől indul az alapváltozat, az 8 millió forintba kerül. Ez viszont a performance csomaggal ellátott verzió, 275 lovas, 2 literes turbomotor mozgatja, és ennek a gyorsulása 0-100-on 6,1 másodperc, a platform első kerékhajtású és jelenleg még csak kéziváltós változatban elérhető. Az N-nel tehát komolyat gurít a Hyundai, és hogy nem csak ennek a modellnek tartogatja, azt nem más mondta el nekünk, mint Dönci, aki a iparág Hyundai bloggere. Gyere csak el, mondd el, hogy milyen N-nek lesznek még? Valószínűleg még idén jön a Fastback kivitel, az i30 Fastbacknek az N verziója. Akár 300 lóerő fölötti teljesítménnyel. Ez komoly. Lesz a Konából, tehát az új kis terepjáróból is. Abból is lesz N.
Valószínűleg igen. Az igen. Most csinálják az első prototípusokat, most van döntés, alatt szerintem biztos, hogy átmegy. Illetve a, nem a mostaniból, hanem a következő generációs Tucsonból várható egy szintén N verzió. Tehát a Hyundai komolyan gondolja, öncikem, köszi! Te elfogult vagy mindig Hyundai ügyileg, úgyhogy köszönjük a bennfentes információkat. Szóval ha kicsit belegondoltok, azért mennyire jól látszik, hogy itt Koreában egy nagyon komoly stratégiaváltás történt, és Stingerestől, N-estől, mindenestől nagyon neki mennek a piacnak. Megérkezve az i30N belsejébe, talán ez a legszomorúbb részlet itt az ajtónál, nem? Nézd, itt végignézed, ez egy nagy plasztik rengeteg. Egy pici figyelmességet ez elbírt volna itt, ha más nem egy fém vagy egy fémhatású kallantyút, amivel nyitjuk az autót. De sokkal jobban akkor fókuszáljunk arra, amit a vezető lát. Hát ez a kormány egész egyszerűen zseniális. Pont jó a vastagsága, jó a bőrözése, jól néz ki. Két kékszínű gombbal az alján, erről én mindjárt beszélek egy picit később, és ami teljesen felelkesítő, az, hogy az ember ránéz a műszerfalra, amely még klasszikus analóg órákból építkezik, és azt látja, hogy 300 km/h van oda a végére beírva. Egyébként 250, dönci a vége? Korlátozott? 250. Korlátozott, jó. Oké. Nincsen így ránézésre olyan nagy különleges N-érzésed, egy pici sportosabb ülésekben ülünk. Ami nagyon tetszik, hogy egy klasszik kézifékkar van. Ez egy sportautónál hasznos lehet, amikor el akarod indítani mondjuk a hátulját. Szóval ez így egy teljesen hétköznapi i30-as kép is. A két gombról, ami nagyon érdekes, ezzel a drive módot tudod változtatni, eco normál sportüzemmódba. Ehhez érkeznek különböző kipufogó hangok, motorkarakterisztikák és kormányzási mód, ez pedál reakció. És itt van ez a kockázászlós gomb, ha ezt megnyomod, egyből N-be kapcsol, azaz a legdurvább változatban, ilyenkor éppen kőkemény lesz a rugózásra, és így mész vele végig, minden kijelesedik, és ezt még lehet customizálni, azaz egyedivé tenni, ezen a képernyőn, mindjárt megmutatom hogyan. Amitől igazán Mihelis Norbisnak érezheted magad, az az N-mód. Először is kijön ez a képernyő, ahol időt tudsz mérni, a G-erőket tudod mérni, turbonyomás, nyomaték, teljesítmény. A nyomaték ugye 353, de túl tud tölteni 25 Nm-rel még. Teljesítmény ugye maximum 275 lóerő, és hogyha ezt a custom menüpontot megnyomom, akkor mintha egy játékban lennék, az erőátvitel különböző komponenseit tudom testre szabni. Például az RPM vezérlést le tudom venni normára, mondjuk mindennapos vezetésre, sport, vagy sport plusz. Az elektronikus differenciál zárat, hisz ebben nem mechanikus van, hanem csak elektronikus, és az is csak a nagyobb teljesítményűben. Azt is tudom valamilyen módon konfigurálni, tisztára, mintha egy ilyen játékban lennénk. Kipufogó hang, oké? És a futómű komponensét is tudom állítani. Kerékfelfüggesztés keménysége legyen Sport Plus-ban mondjuk, a Custom-nél, a kormányzás pedig legyen normálba. Mondjuk döntsünk így. És ha elkészültünk, akkor ha ezt a zászlós gombot ugye egyszer megnyomom, akkor az N csomagba váltok bele, ha megnyomom kétszer, akkor pedig a custom csomagba váltok bele. Ez a custom, ezt most állítottuk össze, ez pedig az N. És van még egy hangulatfokozó elem, ezt nem is mondtam el, szintén a kormányon van, egy rev feliratú gomb, amelyet ha megnyomok, akkor azt csinálja, hogy a visszaváltásoknál, akár normál üzemmódban is, visszaváltásoknál a fordulatszámot föltolja, ugye egy kicsit ezek kiegyenlítve a nyomatékot, tehát gázfröccsöt ad, hármasból visszahozott kettesbe, gázfröccsöt ad, és úgy teszed vissza kettesbe, óriási hangulatot tud adni, természetesen kikapcsolható, tehát ha vagy
olyan ügyes, hogy ezt mindezt a jobb lába sarkával meg tudod csinálni, akkor hajrá, de ha nem, akkor plusz játéknak még ez is itt van. Hát óriási móka egyébként. No, ha nem olyan szélsőséges, mint mondjuk a Civic Type, azért felismerhetően egy sportmodellről beszélünk, nézd csak meg a két kipufogott ott oldalt. És a Hyundai azt mondja, hogy nem csaltak a hangokkal, azaz nincs hangszoróból vezérelt tuning, hanem tisztán egyedül kipufogó és motorhang. Figyelj csak! Dönci, nyomjad! Ez teljesen bolond, érzitek? Teljesen bolond! És mekkora királyság? Mondjuk a házam előtt nem szeretném hallani. De valójában nyilván mindenkit az izgat leginkább, hogy milyen vezetni, milyenek a komponensei, úgyhogy gyorsan menjünk végig, a motor nagyon élettel teli, 2005 alatt nem lelkes, utána viszont nagyon brutálisan érkezik meg az erő, a kormányzás jó, a fékek rendben vannak, a váltó egyenesen szenzációs, ez egy 6 fokozatú kézi váltó, kiváló, kiváló. Ami az egész autó karakterét meghatározza, az szerintem az erőátvitel és a futómű. Én meg vagyok róla győződve, hogy szándékosság van abban, hogy ez a futómű mondjuk egyenesen vagy kis kormányállásnál, nagy gáznál egyáltalán nem tapad. Össze-vissza megy az autó. Én szerintem ez adja benne a csibészséges feelinget. Amikor viszont autópálya felhajtó, lehajtó, nagyívű kanyarokba tesztelem, ahol szoktam minden autót megjáratni, ott viszont nagyon befekszik a kanyarba. Elektronikus differenciálzár figyeli a kerekek tapadását, illetve a nyomatékelosztást, ott nagyon szépen megy, de abban a pillanatban, ahogy már nem ezekkel a nagy sebességekkel dolgozol, hanem egy kicsit kifordított kormánnyal éppen csibészkedsz, vagy nagy gázt adsz, abban a pillanatban az autó eleje táncot jár, és elpörög a kerék, és akár kettesben is képes arra, hogy bármikor kiforgassa a kereket, olyan gumikkal, amelyeket kifejezetten a Pirelli erre az autóra gyártott és fejlesztett. Úgyhogy ez adja ennek az autónak a kétarcúságát, játékos, vicces, de tudni kell nem megijedni tőle kis sebességnél, nagy sebességnél viszont atom, precíz, pontos, szépen megy. Ez a kétarcúság, ez jellemző rá.